2018. szeptember 2-án Fehérmegye első osztályban már a harmadik fordulót játsszák a csapatok. Együttesünk a Bicskei Tónakú felnőtt gárdája két könnyebbnek vélt meccsen van túl, a Tordas ellen 4-1 és az igen gyengén felálló Polgárd ellen 9-0 sikert. A vendégenyingieknek pedig Főnix ellen 0-4, Baracsán 1-2-es az eredményük. Tehát papírforma szerint csapatunk egyértelmű esélyes ennek a találkozónak. Csupán az a kérdés, hogy mennyivel nyerünk az eddig 0 pontos vendégcsapat ellen. Dragan Vukmirnak kellemes gondjai vannak az összeállítással kapcsolatban, hiszen 23-as keretben azon kell törni a fejét, hogy kit hagyjon ki, no de ezt a feladatot ő nagyon tudja kezelni. Igaz, van olyan is, akit egyáltalán nem tud foglalkoztatni, de maximálisan támogatja az U19-es csapatot azzal, hogy akik túlkorosak, az ifiben azokat visszajátszatja, és így ők is a hétvégi napok egyikén játék lehetőséghez jutnak. Ünnepségre készült Bicskeváros sportszerető közössége. Élen a Tigers szurkók hadvezérével Kis Csabával, akik a mérkőzést végig buzdították, és még volt hangerejük, hogy a mérkőzés után felköszöntsék Móri Tamást, a Bicskei TC csapatkapitányát. Itt a képen látható a mérkőzés előtt Pálfi Károly, polgármester, a klub elnökségi tagja ajándékosáról, Bálint Istváni alpolgármesterasszony pedig az önkormányzat ajándék csomagjával köszöntötte Móri Tamást, a 40 éves játékosunkat. Hogy ki is Móri Tamás? A Bicskei TC korábbi játékos edzője, jelenlegi csapatkapitánya. Annak érzékeltetésére néhány adat. 40 évesen is vezeti 7 góljával a Fejér megye első osztályú labdarúgó bajnokság góllövő listáját. Csak 12 éve működő elektronikus nyilvántartási rendszer 364 tétmérkőzést tart nyilván róla. 115 szerzett góla. Volt a Videoton és az Újpest NB1-es, a Felcsút és Tatabány NB2-es játékos. A Bicskén 2016 eleje óta 78 tétmérkőzésen lépett pályára, amelyeken 49 gólt szerzett eddig. Amellett, hogy a Felcsút ese utánpótlás edzőjeként dolgozik, párhuzamosan hozzáállásával, lelkesedésével, példamutató játékával oroszlán része volt az elmúlt évek helyi sport sikerében. Itt a képen látható az enyéngi csapat, mint már mondottam, 0 pontos a két meccsből 2 vereség a mérlege. És akkor nézzük a főszereplőket. A mérkőzés Kerkuska Miklós vezeti, segítői Domok Ádám és Dinnyei Norbert, a mérkőzés ellenőre Tamási Péter. A két csapat összeállítása a vendégegyüttes kapuját Dobai István védi, további játékos Kovács László, Kalló Szabolcs, Megyeri Ádám, Bogár Attila, Csizmadia Róbert, Gergye Krisztián, ő a csapatkapitány, Szőke István, Halász Gergő, Vas Dávid, Szili Balázs. Cserepadon foglalt helyet Varga Norbert, Bocskai Bence, Pap Gergely és Varga Ádám. Technikai vezető Mohai Norbert. És akkor nézzük a Bicskeiek összetételit. Itt volt egy helyzet az ünnepelt előtt, Móri Tamás azonban ezt elpuskázta. Nagy helyzet volt, már mindjárt a mérkőzés elején íme még egyszer, de közben mondom a csapatunk összeállítását. Zelizi Patrik a kapuban, további játékosok. Sötét Dávid, Köntös Dániel, Penyik Szilárd, Solt Pál Norbert, Molnár Viktor, Bruc Barna, Rigó Gábor, Varga Zoltán, Móri Tamás, ő a csapatkapitány tovább is, és Tornyék Tamás. Itt a nézők egy csoportja látható. Tartalékpadon foglalt helyet Penyik Dávid, Kum Szabolcs, Imre, Veres Ádám, Katona Lajos, Bombai Dávid és Klinger János. A vezetők között volt Vukmir Dragán, Nyúl István Masször, Nagy Technika vezető és Komjáti Péter klubigazgató. Na nézzük ezt a szép támadást, egy nagy szilabda Tornyainak, az alapon még elmegy Tornyai, bead és Igor érkezik, és ott az első gól. Mindez az első fődő 11. percében történt, amikor megszerezzük a vezetést egy szép korszerű támadás végén. Rigó fejezi be a támadást Rigó Gábornak. Ez már a harmadik gólja, tehát ahány mérkőzés játszottunk, mind a három találkozón szerzett egy gól. Egy gólt Gabi. Na nézzük, igen, itten a Molnár indítja Tornyai, bepasszolja középre. Varga Zoli tette ki a labdát oda szélre, Tornyai iramodik meg, levezeti az alapvonalig, és jó centerezi be a labdát. Igaz, egy kicsit visszafele kell mozdulni Rigó Gábornak, de ő megoldja ezt a feladatot, és befejeli az ellenfél kapujába a labdát. Dobai István nem tudott mit tenni ez ellen a fejes ellen, hiszen nagyszerűen bólintott Rigó. Itt is betöccinti a labdát, de már előtte lesen tartózkodott Rigó Gábor. Igaz, reklamál a partjelzőnél,
hogy ő bizony nem volt lesen, de azért mégis a rend kedvéért a videóbíró ilyenkor működik, visszajátsszuk a jelenetet, hiszen a nézőtéren is elég sokan kérnék a videóbírót, de hát mutatják is azt a bizonyos keretet, de nem lehet ott a helyszínen visszajátszani, nincs még technika. Itt egy kicsit lehet látni azért, hogy itt bizony, aki beadta, az volt lesen, nem Rigó. Rigó ugyan bepött szinti, de itt a 77-es számon játszó Varga Zoltán, ő ragad bent, egy kicsit is bizony lesről futott el, és adta be a labdát. Igaz, Rigó inkább azt reklamálja, hogy ő bizony nem volt lesen. Hát ebben teljes mértékben igaza van Gábornak, de végül is játékos társa lesen tartózkodott. A beévelés után pedig kivágták a labdát a vendégek. Tehát a 11. percben szerzett Rigó Gábor fejesével vezetünk 1-0 arányban. Népes szurkoló tábora volt ennek a találkozónak, hiszen jó volt az idő. Itt egy ritka, de veszélytelen kapura lövést láthattunk az enyingiek részéről, sőt még ott marad náluk. Nézzük újból ezt a jelenetet, óriási bedobás, és jön kapujából Zelizi Patrik, aki határozottan tenyerelte ki, igaz, oda az ellenfél játékos elé, Halász Gergő lő másodszor is, de hát ezek olyan gyenge lövések, sőt nem is kapu fele megy, hanem felment a levegőbe, gyertyaként csapódott föl a labda. Na nézzük tovább akkor támadásainkat. Móri Molnártól kapta a labdát, Tornyai húzza meg a jobb szét újból, beteszi középre, és kivágják a védők. Hát ez is helyzet volt a javából, de a védők közben léptek ebbe a beadásba, és így oda lett a helyzet. Jön újból Móri beadása, de a védők kifejelték, Csizmadia Róbert volt az, aki kifejelt a labdát. Itt pedig jobb oldalról jöhetnek szöglettel az enyéngiek, ezt is határozottan öklözte ki kapusunk, és jöhetett a kontra. Hát a látványosság kedvéért ezt a jelenetet is megismételjük. Nézzük még egyszer, hiszen jobb oldalról sarokrugást rúghattak a vendég enyingiek. Ballábos játékos jól tekeri be, oda be a bolyba, és jön kapujából Zelizi, aki nagyon határozottan öklözte ki a labdát. Varga kapta bedobás után labdát, de beadja nagyon jól, és ott egy fejes, igaz, összefejeltek Móri és az ellenfél játékosa, illetve Móri nem látta, hogy jön háta mögött a vendég játékos, ollózni próbált. Íme, még egyszer a jelenet. Varga íveli be a labdát. Nagyszerűen jön. Hát igen, nem látta, hogy ott van közelébe Móri Tamás. Azt nem látta, hogy az ellenfél játékosa ott van, és bizony ollózva akarta berúgni a lasztit az ellenfél kapujába, de nem ért hozzá, mert végül is elhúzta a fejét, és csak a hátát fordította Móri felé az enyingi játékos. Egy újabb vendégtámadás. Itt az ígyszer, ez már az ígyszer, el is pöccintik a kifutó, Zelizi benn lett a labdát, de hajszállal mellé ment. Hát bizony, 1-0-ás Bicskei vezetésnél ez ordító nagy helyzet volt a vendégcsapat előtt. Óriási védelmi hiba, itt talán elaludtunk, ezt érdemes lenne kielemezni, hogy mi is volt a hiba. A védők felszabadítottak, helyzeti előnybe került Varga Zoli, de Halász elcseni tőle a labdát, megszerzi azt, és jöhet. Utána iramodik, de nem éri utol ellenféljátékosát, Halász Gergőt. Ő beteszi oda középre játékostársának, és a lukra tett labdára startol az ellenfél játékosa. Bogár Attila az Elizi mellett megtolja a labdát, de szerencsénkre centikkel, de mellé ment ez a lövés. És akkor jön az újabb Bicskei támadás, egy gyors 5-2 ellen, 3 ellen. Már Tornyaihoz került a labda, visszateszi, nem nézett föl, és a védők pedig felszabadítottak. Hát ebbe a támadásban is több volt egy kicsit ennél, hiszen nem tudtuk befejezni góllal a támadást. Sötét, teszi be a labdát Rigó Gábornak, majd Varga, ki jobbra Mórinak, Móri
átíveli magasan a hosszúra, és ott van Szilárd, aki nem tudja bevenni az ellenfél kapuját. Pejlik Szilárd volt az, aki befejezte a támadást. Itt pedig nagy lendülete Varga vezette a labdát. Pejlik újból beteheti, de a védők kivágták, sőt már lesen tartózkodott Pejlik Szilárd, és így szabad rugással jöhetnek a vendégek. 1-0 továbbra is csapatunk javára. Fél óra eltelt a játékidőből. Jól tartják magukat a vendég enyingiek. Hősiesen védekeznek, és mindössze egy gólt tudtunk szerezni. Ajaj, egy rossz kirúgás, megszerzünk. Rigó, Varga, Varga ki jobbra, Mórinak. Móri rávezeti, nagy lendület a védelemre, 17 méterre lő, és ott a gól. Hatalmas gólt vág bal lábbal Móri Tamás. Mindez a mérkőzés 36. percében. Móri Tamásnak ez már a 7. gólja ebben a bajnokságban. Két fordulón vagyunk túl, éme itt a 3. mérkőzésünk, és Mórinak már ez a 7. lőtt gólja, és ezzel vezeti a megyei góllövő listát. Éme még egyszer a támadás befejezés ballal, hatalmas gólt oda a jobb felső sarokba lő Móri Tamás, az ünnepelt, a szülinapos, a 40 éves játékosunk, hatalmas gólt ragaszt az ellenfél kapujába, fantasztikus nagy gól volt. Hát igen, a szurkolók is megkérdezték itt az ünnepség után, milyen lábas, jobblábas-e vagy ballábas-e Móri Tamás. Hát igen, jobblábas, de ballal ugyanúgy tud gólt lőni, mint jobbal. Tehát magyarul kétlábas Móri Tamás, itt meg a védők szereltek alaponan túlra, és így szögletrugás volt, ebből nem lett semmi. Íme egy nagyszerű indítás, újból Tornyai lő, kapura lőtte labdát, nem beadta, pedig bent Rigó Gabi, Varga Zoltán, Móri itt a 16-os előterében, tehát voltak bőven. Igaz, ez is jó volt az elgondolás, hiszen be akart ő lőni, csak rosszul sikerült ez a lövés. Varga, Rigó Gábor, majd tovább, ide balra, Pejlik Szilárd, és oda kerül Mórihoz, Mórián gólhelyzetben, és lövésébe belépnek a védők, itt pedig már a kapus hárít. Hát itt ütközött az ötös, illetve rosszul lépett az ellenfél ötös számú játékosa, Megyeri Ádám János, de szerencsére nem sérült meg, talán rosszul lépett, íme lassítva még egyszer, hogy semmi szabálytalanság nem történt támadunk részéről, sőt, belépett a lövésbe, és itt sérül meg az ötös számmal játszó vendégjátékos Megyeri Ádám. Talán rosszul léphetett ennél a mozdulatnál. Na nézzük, akkor jönnek a vendégek. Hosszú, egy bejátszott középre, azt ír a sötét jött ki, a labdája Mórit találja meg, Móri a saját területéről indul, jobb szélen, jól adja be oda át a bal oldalra Pendiknek, Viktor hagyta, Molnár Viktor hagyta, és oda kerül Varga Zolihoz, aki elfekteti a kapust, és belövi jobbal csapatunk 3. gólját. Nagyszerű támadás volt, jó labdaszerzős, süti, nagyon jó ütemben lépett ki a védők közül, előzte meg az enyingi csatárt, jól indította Mórit, Móri elhúzott ott jobb szélen, átíveli a labdát ide balra, Pejlik Szilárdnak, igaz, mellette Molnár Viktor, de ő hagyja, beteszi a labdát középre, a védő nem érje el, sötét, már felért a támadás befejezéséhez, átlépte a labdát, hiszen így kerülhetett Varga Zoltánhoz, aki nem hibázott és bevágta csapatunk 3. gólját, még itt az első játék rész vége előtt néhány másodperccel. Nem is volt több idő már itt az első félidőben több akciót vezetni, hiszen a játékvezető véget vetett az első játék résznek. Varga Zoltánnak egyébként ez volt a 2. gólja, hiszen Polgár Tibor is betalált. Itt pedig egy szabálytalanságot láthatunk, Móri Tamást húzták le, a szabad rúgást, Varga Zoltán bele a sorfalba, még újból hozzákerül, fejlik, és elpöccinti a labdát, de ezt a játékvezető úgy látta, hogy Pejlik Szilárd belement az ellenfél játékosába. Íme még egyszer, Pejlik jó kezé labdát, megpöccinti, és neki megy az ellenfél
védőjének. A játékvezető Kerkuska Miklós úgy ítélte meg, hogy csapatunk játékosa volt a szabálytalan. Na nézzük, egy nagy szabadrúgás, jó 25-ről, és egy remek Zelizi védés. Hát ez Cili nagyon jól megtűzte kapura, Cili lövését védi Zelizi Patrik remekül. Szép védés, szép lövés. Na és akkor itt van a helyzetünk újból, de jól jött ki kapujából Dobai István és szerelt játékosunk elől. Egy labda szerzés. Soltpali pöccintette a labdát, indítjuk Tornyait, Tornya megnézi, hogy kit lehet megjátszani, Móri ott van, és Móri megnézte a bal felső sarkot, de egy kicsit magas volt a lövése. Íme még egyszer Tornyai felnéz, hogy hol van a játékostárs, és nagyszerűen gurítja be a labdát Kalló Szabocs mellett oda be középre, csak Móri Tamás rosszul találta el jobbal a lasztit, és így fölé szállt lövése. Baloldalt Benlik húzza meg, jól teszi be középre, Molnár luftot rúg, vagy mondhatnám azt is, hogy átdépte labdát, de nem volt érkező csatár. Varga tette be középre Móri Tamásnak, de Tamás annyira lelassult, illetve kényelmesre vette a dolgot, hogy azt hitte, hogy onnan már könnyű bevenni az ellenfél kapuját, íme még egyszer a jelenet, és belelőtte az ellenfél kapusába. Tamás azt hitte, hogy ott már könnyű belőni ezt a labdát, de jól zárta a szöget az ellenfél kapusa, és így Rábáról kipattant. Itt pedig jön Katona Lajos a mérkőzés 55. percében. Penylik és Katona cserét láthatunk. Solt beteszi középre, és visszaszerezzük. Nagyszerű labda, Móri kiteszi balra, és Katona meglövés, ott a gól! A 16-os sarkáról kilövi a rövid sarkot Katona Lajos, és ezzel megvan csapatunk negyedik találata. Nagyszerű volt ez a lövés Katona részéről, így megvan Katonának az első lőtt gólja ezen a találkozón, illetve bajnokság során. Katona Lajosnak ez az első gólja, de nem az utolsó, hiszen remek formában van a Bicskei TC labdarúgója. Soltpali jól teszi be, Móri, illetve Varga mellett jön csapattárs Tornyai, visszaszerezte, bejátszotta oda Mórinak, Móri kiteszi balra, és Katona még egyet igazít rajta, és a 16-os sarkáról belövi oda a jobb alsó sarokba a lasztit. Ezzel a góllal tehát a második játékrész 58. percében 4-0 arányban vezetünk. Egy újabb kitett labda Tornyainak, Tornyai jó centerezve, a másik oldalon van érkező, egy lágy labda oda be középre, egy szabálytalanság Rigóval szemben, de a játékvezető tovább engedte a játékot, itt pedig Tornyai volt az, aki fölé puskázta a labdát. Hát ez is nagy helyzet volt, helyzetek jönnek, és egyelőre 4-0 az eredmény csapatunk javára, a vendégek is cserélnek, 19-ese Varga Ádám lépett a pályára 62. percben, Tornyai újból beteszi középre, és ott a gól, nagyszerű támadás után megvan Katona Lajos második gólja a 62. percben, kérem, és ezzel 5-0 arányban vezetünk. Nagyszerű, gyors támadás futott a pályán, íme még egyszer, Tornyai remekül látja, hogy ott hosszún, illetve bent középen érkezik Katona Lajos, aki bevágja közelről az Enyingiel kapujába a labdát, és ezzel 5-0 arányban vezetünk. Lajosnak ez a második találata itt az ősz évad folyamán. Egy nagyszerű indítás újból, megint csak a főszereplő Katona Lajos, aki a betett labdát bevágja közelről, és ezzel megvan a 6. Bicskei gól. Nagyszerű támadás, Móri tette be ezúttal a labdát ott jobb szélről, és Katona Lajos volt az, aki befejezte, és Mester 3-as szerzett ezzel a 3. góllal. Itt van Tornyai, kap is egy nagyot Tornyai. Molnár Viktor remekül indítja Rigót, Rigó jobbra
Mórinak. Móri egyből teszi be középre, és érkezik Katona Lajos újból. Ez igazi mestermunka volt Katona Lajos részéről. Tehát megvan a harmadik egymás utáni gólja, és ezzel a három Katona góllal már is 6-0 arányban vezetünk, a mérkőzés 64. percében. Na kérem, akkor eredményeinkről, hiszen első helyen áll csapatunk, 3 meccs, 3 győzelemmel. Az első fordulóban még a Főnix vezette a tabellát, 4-0, Sárosnak is 4-0-ás volt a gólkülönbsége, csapatunknak még 4-1, így tehát harmadik helyre szorultunk. A második fordulóban átvettük a tabellán a vezetést, első helyre ugrottunk, 2 meccsből 2-t nyerve, 13-1-es gólkülönbséggel. Mögöttünk a Sáros csapatának is 100%-os a teljesítménye, 6 pontos, de nekik 7-1. A többi csapat is 6 pontos, a Sár, Bogár, Baracs és a Mór, de nekik még rosszabb a gólkülönbségük. Itt pedig a harmadik forduló után első bicske, tehát megtartottuk vezető helyünket, itt közben Rigó lövését látjuk, és egy nagy védést az ellenfél kapusa Dobai István részéről. Tehát a harmadik fordulóban is tovább tartjuk első helyezésünket, 3-3-as mutatóval, de itt már 21-es a gólkülönbségünk, 9 pontunk van, Sárosnak szintén 9 pontja van, de nekik 8-1-es a gólkülönbségük. Harmadik hely Mór csapata, 7-3-as gólkülönbséggel, szintén 9 pontos, tehát itt már csak 3 100%-os csapat van. A harmadik fordulóban is jön majd a negyedik forduló Sáros ellen, akik jelenleg a második helyen tanyáznak, igaz, nekik rosszabb a gólkülönbségük. És akkor a tabelláról még néhány szót, addig, amíg itt a helyzetek sokaságát hagyjuk ki, itt például Dombai hagyta ki a helyzetet, tehát első bicske, 3-3-mal, 21-es gólkülönbséggel, 9 szerzett ponttal, gólkülönbségünk 19, a másik helyzet Sárosnak gólkülönbsége 7, a harmadik helyzet Mórnak gólkülönbsége 4, tehát mi hárman vagyunk 100%-osak itt a csoportban. Negyedik helyen Ercsi együttesének 6 pontja van, szintén 6 pontos a Főnix és a Baracs, valamint a Sárbogárd. 4 pontos a Tordas és a Mezőfalva. 10. helyen van Gárdony 1 győzelemmel, tehát 3 szerzett ponttal, Lajos Komáromnak is annyi van, Ikarusznak is 3 pontja van. 13. helyen Martonvásár 2 ponttal, tehát ez 2 döntetlent jelent. 14. helyen vannak a nyeretlenek, azaz a nulla pontosok, Kisláng, az Enyink és a Polgárdi csapata. Na közben nézzük, hogy mi lesz ebből a támadásból, hiszen itt már lesen tartózkodott Tornyai, és itt pedig Molnár Viktor cseréjét láthatjuk. Molnár Veres váltotta fel egy távoli lövés, amely mellé szállt. Tehát eredményeink Tordas ellen 4-1, itt a gólokat Móri Tamás 2-t, Buruc és Rigó szerzett 1-1-et. Itt van egy nagy lövés, amelyet nézzelizzi, hiszen látja, hogy mellé megy. Tehát Tordas ellen 4-1, Polgárd ellen 9-0, ott Móri 4 gólt lőtt, Mester 4-es szerzett, Rigó, Tornyai, Varga, Buruc és Lak Imre szerzett 1-1. Ezen a találkozón pedig Katona Lajos 3-at, Mester 3-ast ért el, Rigó, Varga, Dombai és Móri szerzett 1-1. Az enyingiek Főnix ellen 0-4-et, Baracs ellen pedig 1-2-t játszottak, most ezen a találkozón pedig kikapnak 7-0 arányba. Dombai lehetőségét láttuk, utolért a labdát a védők között, megiramadott, és nagy zicserben mellé lőtt. Itt egy újabb remek indítás, Pumszabolcs részéről Dombai érkezik, és az üres kapuba rúgja a labdát. Mindez a mérkőzés 83. percében történt. Dombainak tehát megvan az első találata, és ezzel 7-0 arányban vezetünk, ezzel beállítva a végeredményt, hiszen bicske, Enyink 7-0, de jövő héten sokkal nehezebb ellenfél következik, Sáros otthonában játszik csapatunk szombaton 16:30-kor. Itt egyértelműen jobbak voltunk végig, sok helyzetet dolgoztunk ki, akár kétszámjegyű is lehetett volna győzelmünk, de a fiúk sok helyzetet elpuskáztak, és így maradt a 7-0-ás
győzelmünk. Dombai pedig örül a gólnak Pump Szabolcsal, hiszen Pump adta ezt a remek poszt, amelyből gólt szerzett játékosunk Dombai Dávid. És akkor még itt egy újabb helyzet, Tornyai teszi vissza labdát Dombainak, de Dombait beérik a védők és szerelik. No kérem, hát ez volt a Bicske Enyhing összefordulója. Gyorsan még a forduló eredményei: Ercsi Sárbogárd 5-1, Bicske Enyhing 7-0, Baracs Sáros 0-1, Főnix Gárda Nyagádi Gyógyfürdő 2-0, Kisláng Lajos Komárom 1-3, Mezőfalva Martonvásár 0-0, Tordas Polgárdi 9-0, tehát újabb nagy zakóba szaladt bele Polgárdi csapata, Mór Ikarusz Maroshegy 1-0. Jövő héten is itt közben nézzük nagy helyzet újból, de egy rossz labdakezelés Tornyaitól. Itt pedig még az ellenfél támadói is helyzetbe kerülnek, és bizony a kettes számú játszó Kovács László kihagyta ezt a nagy helyzetet. Tehát így gól nélkül megúsztuk. A megyei góllövő listán Móri Tamás áll az élen 7 góllal, Bezerédi Ádám Sárbogárd játékosának 4 van, Killer Máté Viktor Sáros játékosának szintén 4 találata van, Pongrácz Péternek, Tordas játékosának is 4. 3 gólosok: Balog Ádám Márk, a Gárdony játékosa, Egejül Goclove 3 gólos, Mezőfava játékosa, Endre Falvi Tamás Tordas játékosának és Riddik Dávidnak van még 3 gólja. No kérem, vége van a mérkőzésnek. A találkozó után nem sokkal az öltözőbe kilépő Móri Tamást hatalmas tömeg ünnepelte, amely rövid videószállításomat komment nélkül adom majd közre. Az ünnepség után az ünneplő tömeg közösen fogyasztott el Marton József mesterszakács által készített marhagulyás levest. Az ünneplő tömeg valamennyi tagja jó étvágyal fogyasztotta a mester főztjét, köszönjük neki, és nem utolsó sorban Páderné Marikának azt a kedvességet, amellyel engedélyezte és egyben támogatta a mester szakácsot abban, hogy a Báder fogadó kiváló séfje ott a fogadóba készítse el a finom marhalábszár gulyást. Az egész kollektívának még egyszer köszönjük szépen. Szokásomnak megfelelően hamarosan következik a interjú a hazai csapat edzőjével. Már én is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép napot kívánok mindannyiunknak, maradjanak még velünk. Kedves Dragan, gratulálok a mai győzelemhez. Tudom, te maximalista edző vagy, és tudom, hogy egy ilyen maximalista edző soha nem lehet elégedett a csapat játékába, még 6-0-ás győzelem után sem. De mégis te hogyan értékeled ezt a mai találkozót 6-0-ás győzelem után? Köszönöm szépen. Igazán mondom, ez jól látja Gyuri bá. Nem vagyok teljesen elégedve. Eredmény igen, de játék meg nem. Mert mondtam útkor is, 9-0 mondtam, hogy mibe kell javulni, és ugyanaz hiba most is követtünk, amit meg kell javítani, mert szerintem ez jobb csapat ellen ez nem fog működni. Jó, hát mik azok a szerkezeti gondok, vagy mik azok a hibák, ami már jövő héten muszáj változtatni, mert Sáros nagyon jó csapat odahaza. Hát jó, mi foglalkozó saját játék, most a Sáros, ez a következő ellenfél, majd van ez az egész héten, ez teljesen más. Meglább nem arra van szó, hogy ugyanaz felállás, ugyanaz taktika fogok játszani. Megnézzük övi információ, mi van is ebbe fogod csinálni egy csapat. Mennyire vagy elégedett a szurkoli hangulattal? Szurkoló, meg a játékosok is először hozzálás, ez nincsen semmi probléma. Nagyon jól hajtottam mindenki. Első perctől 90. Nem erre van szó. Nagyon vagyok büszke ez a játékos, de szerintem van dolga, ami kell javítani, és meg fogok tenni. De szurkoló, ez nagyszerű, mint mindig ez a szurkoló. Dragán, nem tudom, mit tudnál még üzenni a szurkolóknak ezek után, 6-0-ás győzelem után. Van-e még valami mondani valód? Csak ugyanaz maradja a csapat mellette, a csapat ugyanaz fog harcolni, minden meccsen győzelem. Szerintem ez fog sikerülni együtt működésre. Így van. Úgy legyen. Köszönöm szépen az interjút. Köszönöm szépen. Jó, akkor az megy majd a Bónaszok Morci, és utána Móri Tomi. Móri Tomi. Pirosba is tegyen. És úgy.
Sztárfotósaink is vannak, paparazzók is vannak. Nyomtatott nagy sározóit az hiszem. Már ezért figyel a jövő hétre, mi? Figyeljetek jövő hétre! Most már ugye 2,5 év vagy itt vagyok Bicskén, egy olyan családba csöppentem, ami hihetetlen sok szeretetet ad, és aki újonnan igazolt ide, srácok, vagy aki régebb óta velem ide csatlakozott, az tapasztalhatta, hogy ez egy nagyon szenzációs kis sportegyesület, ilyen szurkolókkal, basszus, az NB1-be, nem mondok hülyeséget, az NB1-be nem találkozik egy játékos, úgyhogy összetehetjük a két kezünket, hogy tényleg ilyen körülmények között egy az, és ilyen szurkolótábor előtt focizhatunk hétről hétre. Jó, gyerekek? Esküszöm, nagyon, nagyon szépen köszönöm, úgyhogy tényleg szenzációs. Nagyon sok szeretetet kapunk tőletek, úgyhogy próbáljuk meghálálni, jó? Ezt a csapat nevében szeretném kijelenteni. Megpróbálom minden mérkőzést megnyerni, sőt, meg is fogunk, mert ennyi. Nagyon jó kis társaságunk van. Ennyi. Úgyhogy ami célt kitűztünk, azt el is fogjuk érni, jó? Veletek együtt, köszönjük szépen! Igen? Joglábas vagy? Szép volt a ballábas. Kérdés volt. Kérdés volt. Kérdés volt. Csodálatos ballábas. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen mindenkinek még egyszer. És a brutójára mindenki! Móri Tomi! Móri Tomi! Móri Tomi! Móri Tomi! Móri Tomi! Köszönöm nektek! Jó.
Milyen érzés itt körülmények között ünnepelni a 40. születésnapodat? Szenzációs. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt van. Tényleg nagyon jó kis családi hangulaton, úgyhogy imádok itt lenni. Tomi, az 50-et is itt ünnepeljük ebbe a klubban? Úgy legyen. Ilyen megyei szinten is, mert ilyen játék van. Nem a megyei szinten, hanem magasabb szinten. NB3-as szinten? Magasabb szinten, így van. Nagyszerű. Mai gólodhoz mit szólsz? Milyen volt? Lecsúszott. Igen, szerényen. Nagyobb helyzetem volt, amit kihagytam. Jelenleg vezeted a megyei gólovistát. Tovább is megtartod ezt az előnyt? Meg szeretném, igen. Azon vagyok, hogy minél több gólt rúgjak, meg minél több meccset megnyerjünk, úgyhogy szeretnék minél több gólt szerezni. Erről léteg jól bírtad egyébként a gólig? Hát vannak hiányosságok, de törekszem, hogy jó legyek. Jó, legyen jó. Köszönöm szépen, és boldog születésnapot még egyszer. Nagyon szépen köszönöm.